Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm a képviselőtestület soron következő ezévi 12. ülésén megjelent, meghívott vendégeinket, a kisújszállási polgármesteri hivatal munkatársait, az érdeklődő jelenlévőket és a TV Kisúj nézőit is. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy jelenlétüket pultjuk nyomógombjának bekapcsolásával jelezzék. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselő testület 11 fővel 91,67%-os részvétellel jelen van, ami azt jelenti, hogy a képviselő testület határozat képes. A nyilvános ülést ezennel megnyitom, a testület megkezdi munkáját. Bejelentem, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Marőiné Bogdán Erzsébet titkársági ügyintéző vezeti. Tisztelt képviselő testület, tájékoztatom a képviselő testületet, hogy később került kiküldésre a nyilvános második, a nyilvános 9., a nyilvános 17., a nyilvános 18., a nyilvános 19., a zárt 24., illetőleg a zárt 26. előterjesztés. Javaslatot teszek a mai ülés napirendjére a kiküldött napirendek szerint. Javaslom, hogy a 21, 22, 23, illetve 24. napirendek a zárt ülésen történő tárgyalása legyen, és megkérdezem, hogy van-e más módosító javaslata a napirendhez. Rendben, megállapítom, hogy a további módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra teszem fel elsőként a 21, 22, 23 és 24. napirendek zárt ülésen történő tárgyalását. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy a javaslatot egyhangúan elfogadtuk. Szavazásra teszem fel, tehát az ülés napirendjét egyben, a kiküldött meghívó szerint az előbbi módosítással. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú döntés született, elfogadtuk. Következik az első napirendi pontunk, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, előterjesztő a polgármester, illetőleg dr. Pénzes Tíme a jegyzőasszony. Megkérdezem, van-e az előterjesztése a nap első napirenddel kapcsolatosan kérdés? Vélemény? Nincsen. Köszönöm, megállapítom, hogy nem érkezett se kérés, se vélemény, így szavazásra teszem fel a beszámolót, kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú döntés született, elfogadtuk a beszámolót. Köszönöm. Következik a második napirendi pontunk, tájékoztató a bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéséről. Előterjesztő Ernest Antal Pál, a bizottság elnöke. Megkérem a Humán Erőforrás Bizottság elnökét, ismertesse a határozatot. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Humán Erőforrás Bizottság október 28-ai bizottsági ülésen Kisújszállásváros önkormányzata képviselőtestületének Humán Erőforrás Bizottsága ügyrendjét a határozat melléklete szerinti formában elfogadta, egyirányok határozaton, hatályon kívül helyezte a 90/2019-es számú bizottsági határozatot, illetve ugyanezen az bizottsági ülésen a köznevelési intézmények iskolai úszás oktatásával kapcsolatos tájékoztatót is meghallgatta a minden tekintetre és minden területre kiterjedő beszámolókat megvitattuk, azokat átnézve elfogadtuk, és tisztelettel kérjük a képviselőtestületet, hogy vegye tudomásul és fogadja el azt. Köszönöm. Köszönöm. Minden bizottság megtárgyalta az ügyrendjét. Ezért kérem, hogy a másik két bizottság is ismertesse erre vonatkozó döntését. Elsőként megadom a szót
Balogni Horváth Judit elnökasszonynak. Ügyrendi és... Köszönöm. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. Kisújszállás város önkormányzata képviselőtestületének ügyrendi és jogi bizottsága ügyrendjét a határozat melléklete szerint elfogadta. Egyidejűleg hatályon kívül helyezte az 58/2019. Számú bizottsági határozatot. Köszönöm. Megadom a szót Fodor Kálmán elnök úrnak is, pénzügyi és gazdálkodási bizottság. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, bizottságunk is hasonló döntést hozott átruházott hatáskörben. Pénzügyi és gazdálkodási bizottsága ügyrendjét a határozat melléklete szerint elfogadja, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 141/2019. Számú bizottsági határozatát. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Megkérdezem, hogy van-e kérdés esetleg. Nincsen vélemény. Amennyiben nincsen további hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel a bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntéséről szóló tájékoztató tudomású vételét. Elnézést kérek, van. Igen. Nézzenek oda, bocsánat. Akkor megadom a szót elsőként Demeter Jánosné képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévő vendégek. Egyetértve az előterjesztésben megfogalmazottakkal, azt gondolom fontos területeket érintenek a javaslatok, fontos, hogy azok írásban rögzítésre kerüljenek, ezt valamennyi bizottság ügyrendjének módosításában megtaláltuk. Az elmúlt években mindvégig szenvedtünk az ülésről való távolmaradás bejelentésével, későn került vagy nem került bejelentésre, rendszeresen egyeztettünk, ki jön, ki nem. Ki az, aki jelezte, ki nem. Határozatképességünk nem egyszer kérdéses volt. A most kapott javaslat pontot tehet az ügy végére, egyértelműen kimondja a bizottsági elnöknek és a hivatal ügyintézőjének is kötelező bejelenteni a távolmaradást. Én bízom benne, a jövőben erre minél kevesebb alkalommal kerül sor. Elfogadásra javaslom a módosításokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tukantal képviselő úrnak is adom a szót. Tisztelt képviselőtestület! A Humán Erőforrás Bizottság ülésén, mint ahogy elnök úr is tájékoztatást adott erről, foglalkoztunk az úszásoktatásnak a kérdésével. Ezzel kapcsolatosan minden évben kapunk tájékoztatást a köznevelési intézményeinktől az úszásoktatásnak a megvalósításáról. Én ezt nagyon komoly dolognak tartom, hiszen a mindenkori harmadik évfolyamon tanuló diákok azért 20 órában az úszás előkészítés vagy egy úszásnemnek az elsajátításával kapcsolatosan mindenféleképpen előrébb lépnek, és az, hogy az intézményeink pedig ebben elkötelezettek és ezt megvalósítják, azt köszönjük szépen. Köszönöm szépen a vélemény megadásának a lehetőségét. Köszönöm szépen, képviselő. Van-e további vélemény? Köszönöm, amennyiben nincsen, akkor kérem a szavazás indítását. Köszönöm. Megállapítom, hogy a beszámolókat egyhangúan elfogadtuk. Következik a harmadik napi rendi pont, tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előterjesztő a polgármester, szóbeli kiegészítéssel én nem kívánok érni. Következzenek a kérdések. Amelyben nincs kérdés, érdeklődöm, hogy van-e vélemény esetleg.
Kérdés, vélemény és hozzászólás hiány szavazásra teszem fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató tudomású vételét. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a tájékoztatót egyhangúan elfogadtuk. Következik a negyedik napirendi pontunk, tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előterjesztő dr. Pénzes Tímea a jegyzőasszony. Jegyzőasszonytól kérdezem, hogy kívánja kiegészíteni. Köszönöm. Van-e kérdés esetleg? Vélemény? További szóbeli kiegészítés, hozzászólás kérdés hiányában szavazásra teszem fel a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételét. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy a tájékoztatót egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm, következik az ötödik napirendi pont. Előterjesztés Kisújszállás város önkormányzat a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012-es önkormányzati rendelet módosításának megindítására. Előterjesztő a polgármester, véleményezte a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság. Szóbeli kiegészítéssel én nem kívánok élni. Érdeklődöm, hogy a jegyző úr esetleg valamit látom, hogy jelezte, szeretném. Igen, köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságülésen is elmondtam, hogy ugye ez a napirend előző hónapban is a képviselőtestület előtt volt, akkor ugye a kormányhivatal kérte, hogy törvényességi eljárás keretében, hogy módosítsuk a helyi építési szabályzatunkat, ez egy rendelet, és annak a megindításáról döntött előző hónapban a képviselőtestület, és most pedig a partnerségi eljárás lezárásáról kell dönteni a testületnek. Itt a partnerségi eljárás keretében vélemény, javaslat nem érkezett, úgyhogy ezt meg is teheti a testület. Partnerségi eljárás lezárása után pedig a kormányhivatalban az állami főépítész a záró szakvali véleményét megadja, és a következő hónapban pedig elfogadhatja a testület a rendelet módosítást. Tehát ez lesz a folyamata ennek a rövid eljárásnak, mert ez a neve, hogy rövid eljárás. Köszönöm szépen. Köszönöm a kiegészítést. Megadom a szót Fodor Kálmán elnök úrnak, Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság döntésének ismertetésére. Köszönöm, polgármester úr. Bizottságunk a helyi építési szabályzat módosításának partnerségi véleményezési szakaszának lezárásáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm én is. Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése esetleg? Van-e véleménye, észrevétele? Mindezek hiányában szavazásra teszem föl az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy a határozatot egyhangon elfogadtuk. Hatodik napi rendi pontunkban következik tájékoztató az önkormányzati társulások működéséről. Előterjesztő a polgármester, véleményezte valamennyi önkormányzati bizottság. Én kiegészítése nem kívánok élni. Az ülésezés sorrendjében elsőként a bizottsági elnökök közül megkérem Balogné Horváth Judit elnök asszonyt az ügyrendi és jogi bizottság határozatának ismertetésére. Köszönöm. Bizottságunk az előterjesztés során két határozatot fogadott el. Első határozat ügyrendi és jogi bizottság a Nagykun Hagyományőrző Társulás
társulási megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában, mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Második határozat a bizottság önkormányzati társulások működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és tudomásul vételre ajánlja a képviselőtestületnek is. Köszönöm szépen. Megadom a szót Ernest Antapál elnök úrnak, Humán Erőforrás Bizottság. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, előbb említett október 28-i bizottsági ülésen a Humán Erőforrás Bizottság az önkormányzati társulások működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és tudomásul vételre ajánlja a képviselőtestületnek. Ugyanekkor a bizottság a Nagykun hagyományőrző társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslatot előterjesztési formában, a határozati javaslat mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, és ezzel együtt polgármester úrnak a társulásokban betöltött vezetői feladatokhoz jó munkát kívánunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót Fodor Kálmán elnök úrnak, pénzügyi és gazdálkodási bizottság. Köszönöm, polgármester úr. Bizottságunk mindkét esetben az előző két bizottsággal megegyező döntést hozott. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Véleménye? Megadom a szót Demeter Jánosné képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Tartalmas tájékoztatót kaptunk készhez az önkormányzati társulások működéséről, a megállapodások módosításáról. Részletes tájékoztatást a Nagykun hagyományőrző társulás 2024. évi munkájáról, a támogatott rendezvényekről, kiadványokról, a Nagykun hagyományokat őrző programok megvalósításáról. Adatokkal alátámasztva mutatja be a társuláshoz tartozó települések lakosság számát, működési rendjét, a társulás által ellátott feladatokat. Utal a Nagykun kapitány választás eredményére, arra, hogy a társulás új elnöke Szűcs Tamás polgármester úr lett. Mindenre kiterjedő tájékoztatást kaptunk a karcagi többcélú kistérségi társulás és intézményei működéséről, a társulás többrétű tevékenységéről. Településenként mutatja be a szociális alapszolgáltatásokat, a család és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, a házi segítségnyújtást. Adatokkal alátámasztva mutatja be a kisújszállási szociális otthon és alapszolgáltatási központ jellemzőit, a szociális alapellátásokat, a család és gyermekjóléti szolgáltatást, a bölcsődei ellátást, az idős személyek ápolását, gondozását biztosító lehetőséget. Tájékoztatást ad arról, hogy házi segítségnyújtás keretében saját otthonában biztosít ellátást a szolgáltatást igénybevevőknek, szociális étkeztetést a segítségre szoruló embereknek. Az idősek klubja nappali ellátás keretében tartalmas időtöltést biztosít, gondoskodik a demensbetegek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásáról. A bentlakásos idősek otthona 120 fő részére biztosít minőségi ápolást, gondozást. A Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részletes tájékoztatást ad a Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése című projekt sikeres megvalósításáról, kiemelt figyelmet fordítva az elkülönített hulladékgyűjtésre és szállításra. Tájékoztatást ad a csaknem 31 településen végzett összetett feladatellátásáról, a megvalósult fejlesztésekről, az eszköz és gépjármű beszerzésekről. A 2023. évi zárszámadási beszámoló részletesen mutatja be a kiadások és bevételek alakulását, vagyonának alakulását, mutat rá arra, hogy gazdálkodásának eredményeként fennálló kötelezettsége nincs. A társulási tanács a 2023. évi zárszámadást csak nem 34 millió forint bevételi többlettel zárta. Én tisztelettel köszönöm meg az igényesen összeállított tájékoztatókat, kívánok további sikeres együttműködést az érintett településeknek, és elfogadásra javaslom. Köszönöm.
Köszönjük szépen, képviselőasszony, megadom a szót Márti Zsolt képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők, tisztelt képviselőtestület. Egy nagyon jól összeállított anyagot kaptunk itt jó sok oldalon keresztül. Igazából egy nagyon pici kitekintéssel vagy visszatekintéssel élnék a múltra. Ugye a Nagykun hagyományozó társulás korábban Nagykun együttműködési társulás néven futott, és akkor még, ha jól emlékszem, 10 forint per fő per tagdíjjal, három munkavállalóval tudtunk egy olyan terület és térségfejlesztési munkát végezni a Nagykunság területén, amelyben jó néhány pályázatot, területfejlesztési koncepciót készítettünk el. A mi munkánknak volt köszönhető például az Ifjúság útjának aszfaltozása is. A tájékoztató 47. oldalán kezdődik a kisújszállási térségi szociális otthonnal kapcsolatos beszámoló, ugye a karcagi többcélú kistérségi társulás beszámolójában. És itt így elárulhatok egy ilyen belső dolgot. Én többször egyeztettem polgármester úrral a szociális otthonnal kapcsolatban, kerestem polgármester urat, és hát láthatóan egy pozitív elmozdulás történt abban az ügyben az orvos tekintetében, és ezt azért szeretném megköszönni, és azt is szeretném elmondani, hogy a jövőben azért tartsuk fönt ennek a minőségbiztosítását, monitoringozását, hogy ez így is marad, ahogy most ez a folyamat elindult, mert azért a közelmúltban nem mindig mentek úgy a dolgok, ahogy itt menni kellett volna. Ahogy itt olvastam a tájékoztatóban azt, hogy milyen álláshelyek vannak engedélyezve a szociális otthonon belül, föltűnt, hogy ugye van egy mozgásterapeuta álláshely, de nem láttam benne gyógytornász álláshelyet. Én azt gondolom, hogy a jövőben lehetne legalább 4 órában egy olyan gyógytornásznak az alkalmazásában gondolkozni a szociális otthonban, amely segítséget nyújt az ott lakóknak, mert ugye a kettő azért nem teljesen ugyanaz. De végigolvasva a beszámolót, lehet, hogy képviselőasszonynak nem tűnt föl, de azért nekem föltűnt, hogy a KEHOP projektnek a megvalósításában a Mészáros és Mészáros társa, akkor még KFT, most már ZRT, úgyhogy itt is azért egy körülbelül 3,4 milliárdos pályázati forrás felcsúton landolt. Köszönöm szépen. Köszönöm a véleményt, érdeklődöm, hogy van-e további vélemény. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom elsőként az előterjesztésben lévő határozati javaslatot a Nagykun hagyományőrző társulás társulási megállapodásának módosításáról. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy a határozatot egyhangúan elfogadtuk. Ezt követően pedig akkor fogadjuk el az önkormányzati társulások működéséről szóló tájékoztatót is. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy a tájékoztatót is egyhangúan. Következik a 7. napirendi pontunk, beszámoló a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2024 harmadik negyedévi munkájáról. Előterjesztő dr. Pénzes Tíme a jegyzőasszony. Köszöntöm a meghívott vendégeinket, Váradi Miklós rendőr alezredes urat, a kisújszállási rendőrös parancsnokát, Katonka Imrét, a kisújszállási Nagykun polgárőr egyesület képviselőjét, vezetőjét, illetve Czókoly Viktorián tűzoltó őrnagy urat, a kisújszállási önkormányzati tűzoltó parancsnokság parancsnokát.
véleményezte az ügyrendi és jogi bizottság ezt a napirendi pontot, ezt az előterjesztést, a beszámolót. Érdeklődnék, hogy bárki közülük szóbeli kiegészítéssel élne el. Nem, köszönöm. Ennek hiányában Balogné Horváth Judit elnök asszonyt az ügyrendi és jogi bizottság határozatának ismertetésére kérem. Köszönöm. Ügyrendi és jogi bizottság a közbiztonsági szakmai egyeztető fórum 2024. harmadik negyedéves munkájáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Kérdések következhetnek. Megadom Fodor Kálmán képviselőnek a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Üdvözlöm a meghívott vendégeket. Nekem nem is kérdésem, hanem inkább kérésem lenne. Ugye ez már a második alkalom, hogy a Nagykun Polgárőr Egyesületet Katonka Imre képviseli. Nem titkolom, én személyes jó baráti viszonyt ápolok Imrével, de meggyőződésem, hogy sokan nem ismerik még az itt ülők közül sem, illetve biztos vagyok benne, hogy a tévék is új adását követők közül sem. Ha egy pár szóban röviden bemutatkozna, mesélne a polgárőrség aktuális helyzetéről, terveiről, problémáiról, jövőképről, azt megköszönném. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megadom a szót Katonka Imre úrnak, parancsoljam. Tiszteltem. Hát idei év 6-a, 13-a óta vezetem a Kisújszársanakon Polgárőr Egyesületet. 2005 évében csatlakoztam az Egyesülethez, ezt követően 2009 óta, mint szolgálatvezetőként ténykedtem benne. Egy nagyon szép egyesületet vettem át. Célunk a város közrend közbiztonságának a fenntartása, illetve a javítása. Most az október hónapban a Kisújszállás vasútállomás kamerarendszerének korszerűsítése történt. Próbáljuk heti több alkalommal éjszakánként kint lenni. Ez már úgy néz ki, hogy 3-4 alkalommal be is állt. Most ugye a kegyeleti ünnepre a hosszú hétvégén déltől este 10-ig több váltásban is kint leszünk. Célom, hogy idei év, illetve jövő évben is minél több civil pályázaton elinduljunk. Kamerarendszer bővítésben szeretném elsősorban bővíteni az állományunkat. Az autó, illetve 2 robogóval rendelkezünk. Az autónak most sikerült egy kis felújítása, már az eleje eléggé kotyogott, kopogott. 24 fővel vagyunk jelen pillanatban. Mindezt ugye teljesen ingyen is bérmentve a család és a munka mellett szabadidőben ténykedünk. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Érdeklődöm, hogy további kérdés van. Megadom a szót Horváth Péter alpolgármester úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Köszöntök én is minden megjelentet, és egy kérdéssel fordulnék itt a megjelent szerveink képviselőihez, elsősorban az alezredes úrhoz és a Polgárőr Egyesület vezetőihez. Személyes tapasztalattal kapcsolatban. Október 18-án a polgárőrség állománygyűlésének vendégeként volt szerencsém főtanújának lenni egy falopással kapcsolatos eljárásnak, és ott egy példaértékű együttműködést tapasztaltam a rendőrség, a polgárőrség és a mezőrség között, ami ennek köszönhetően egy sikeres akció koronázott. Kérdésem az lenne, hogy önök hogyan látják az együttműködést a rendvédelemben és a rendfenntartásban, a jelenben és a jövőben, és hogy vannak-e ezzel kapcsolatosan valamilyen jellegű közös terveik? Köszönöm. Köszönöm szépen.
akkor érdeklődnék, hogy ki szeretne reagálni a vezetők közül erre. Balázsnak úr, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy felhoztak ezt a kérdést egyébként, mert tényleg egy nagyon szép példa volt az együttműködésre, és minden fórumon azt hallja az ember, hogy micsoda jó együttműködés, micsoda jó kapcsolat, meg micsoda szuper az együttműködés, de nálunk tényként mondhatom, hogy valóban jó az együttműködés, mind a mezőőrökkel, mind a polgárőrséggel, és nem csak itt az asztalnál, mert ugye sok esetben beszélünk dolgokról, de itt ez egy nagyon jó példa volt ez a falopás. Gondolom, hogy a Csorbai Állami Gazdaságból történt falopásról beszél. Tökéletes példa volt az együttműködésre, tehát a mezőőrség jelezte, hogy van egy ilyen probléma, a polgárőrség egyből társult hozzánk, és így a három szerv egyszerre együttműködve, mert egyébként lássuk be, hogy külön-külön azért kevés az erőforrás, ami a rendelkezésünkre áll, de én azt gondolom, hogy ha összefogunk, akkor egészen jó dolgokat is tudunk véghez vinni. És köszönöm szépen ezt a hozzászólást, ezt a felvetést. Vannak itt azért pozitív dolgok is a sok-sok negatívum mellett, úgyhogy ez egy nagyon jó kis együttműködés, és sikeres is volt egyébként. Bár nem mondom, hogy az évszázad bűnözőit fogtuk el, mert nem arról volt szó. Itt éppen belebuktak azok, akik hát nem napi rendszerességgel ebből élnek, de minden esetre egy jogellenes cselekményt követtek el, és szép együttműködéssel valóban három társszerv gyönyörűen együttműködve egy sikertörténet lett ennek a vége. Én úgy gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy jobb közbiztonság, vagy legalábbis ez a jelenlegi viszonylag optimális helyzet fennmaradjon. Ennek érdekében rengeteget küzdök én azért, hogy a rendőreink Kisújszállás területén tudjanak maradni, és itt tudjanak szolgálatot ellátni. Ugye itt az erőforrásokról beszéltem, vannak hiátusok, és ezáltal vannak olyan jellegű elvonások, amik gyengítik itt a közterületen lévő állománynak az eltöltött idejét, de büszkén mondhatom, hogy vannak előrelépések, tehát most már éjszaka is azért Kisújszállás területén van rendőr minden éjszaka, még hogyha időlegesen el is vonják, de van rendőr. Tehát nincs olyan, hogy ne lenne szolgálatban Kisújszállási vagy Kenderesi, mert ezt egy egységként kezeljük, rendőr szolgálatban itt a területünkön, úgyhogy bátran lehet hívni most már az őrsmobil számát is, mert fel fogja venni valaki. Úgyhogy köszönöm még egyszer a felvetést, és igen, azt mondhatom, hogy igen jó az együttműködés, és mint már említettem, nem csak az asztalnál, hanem kint terepen, területen is. Katonkönyvmirében szerintem megtaláltuk azt a vezetőt a polgárőrségnek, aki tényleg gyakorlatias és jó szinten fogja ellátni a feladatát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Érdeklődöm, hogy további kérdés van-e? Amennyiben nincs, vélemények következhetnek. Ernest Antal Pál képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Kedves meghívottak, köszönjük a beszámolót. Tartalmas, és azt gondolom, hogy sok területre kiterjedő volt a beszámoló, és teljesen egyetértek a polgárőrség vezetésével. Az a 24 fő, ahányan most benne vagyunk ebbe a Kisújszállás Nagykon Polgárőr Egyesületbe, az nem egy óriási szám, de volt ez több is természetesen, de azok, akik bekapcsolódnak, próbálnak lehetőségeikhez és ideikhez mérten segítséget adni, és mind a polgárőr, mind a mezőri szolgálat egy olyan preventív jellegű tevékenységnek kell lenni, amit azt gondolom, hogy minden jó érzésű kisújszállásinak el kell fogadni, támogatni kell, és lehetőségeihez mérten, ha tud, akkor kapcsolódjon be. Én nagyon jó munkát kívánok mind a mezőröknek, mind a polgárőrök, és természetesen a kisújszállási rendőröknek is, és nagyon szépen köszönöm a munkájukat. Köszönöm. Demeter Jánosnak képviselő asszonyhoz.
Köszönöm szépen a szót, tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. A Közbiztonsági Fórum harmadik negyedéves munkájáról szóló beszámoló tájékoztatást ad rendvédelmi szerveink elmúlt negyedévben végzett munkájáról, sorai jól tükrözik a kisújszállási rendőrös dolgozóinak mindennapos feladatellátását, a mezőrök és közterületfelügyelők közbiztonságot, köztisztaságot segítő munkavégzését, a tűzoltók otthonunk védelmében végzett áldozatos munkáját, a polgárőrség tagjainak önkéntes bűnmegelőzési tevékenységét. A beszámolók soraiból kiolvasható, visszatérő problémaként jelentkeztek a bolti és kerékpárlopások, az internetes csalások, nagy számban voltak telefonlopások. Sok munkát adtak rendvédelmi szerveinknek a lakásotthonos gyerekek. Sajnálom, hogy nem vezetett eredményre a nyomozás a KPM mögötti földterületről ellopott 10 szénabála ügyében. Sem az adatgyűjtés, sem a kamerafelvételek nem adtak kellő segítséget. Azt gondolom, mindez bizonyítja, hogy a város szélén rendelkezésre álló kamerarendszer nem tudja segíteni a rendőrség eredményes munkavégzését, bővítésre szorul a város ki- és bevezető útjain. A beszámolók soraiból kiolvasható, a polgárőrség tagjai az elmúlt negyedévben jelentős óraszámban teljesítettek szolgálatot a rendőrséggel közösen, illetve önállóan, hogy a polgárőrség által üzemeltetett kamerák felvételeit több alkalommal látották a rendőrség részére, 20 alkalommal láttak el gyalogátkelőhely biztosítását az iskolák közelében. E nemes kezdeményezéshez csatlakozva közterületfelügyelőink is több alkalommal láttak el ügyeletet oktatási intézmények előtt, számos esetben jártak el közterületet érintő feladatokban, tettek felszólítást ingatlan tisztántartásának elmulasztása miatt. Mezőreink koordinálták az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek parlagfűmentesítési munkálatait, intézkedtek külterületen illegálisan elhelyezett hulladék ügyében. Tűzoltóink munkáját számtalan tűzeset, viharkár, közlekedési baleset nehezítette. A lakásotthonokról készült beszámoló jól tükrözi, mekkora erőfeszítéseket tesznek az ott dolgozók, mennyi tartalmas rendezvény részesei voltak az otthonok lakói. Én tisztelettel köszönöm meg a tájékoztatók készítését, rendvédelmi szerveink elmúlt negyedében végzett feladatellátását. Hálás szívvel mondok köszönetet a lakásotthonokban dolgozóknak, akik naponta néznek szembe azzal, a gyermeknek mindent szabad. A gyermekvédelmi törvény őket védi a tisztességesen dolgozó nevelőkkel szemben. Ha a tendencia folytatódik, a lakásotthonok képtelenek lesznek ellátni feladatukat. Olvasható a beszámolóban, jelenleg 12 fő hiányzik a rendszerből. Betöltetlen a nevelői státusz 30%-a, a gyermekfelügyelői státusz 43%-a. Ezek a számok hülyen tükrözik a még kitartó munkatársak leterheltségét. Én kívánok nagyon sok erőt a további munkához, és elfogadásra javaslom a beszámolókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fodor Kálmán képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. A magam részéről én is köszönöm mind az öt beszámoló elkészültét. Most itt hátra tekintek tűzoltó parancsnok úrra, ő is jelen van, mint mindig, de sajnos neki most nem jutott már hely. Köszönjük azt a beszámolót is. Jól látható, hogy a problémák azok nem igazán változnak. Ugyanúgy, ugyanazok a bűncselekmények vannak jelen, amik eddig is voltak. És persze ez befolyásolja a saját érzetünket, a biztonsági érzetünket, de valahogy mégis azt mondanám, hogy ennek ellenére talán nem feltétlenül kell elégedetlennek lennünk a közbiztonsággal. Persze ezt félve mondom ki, mert annak, akinek ellopták a bicikliét az állomásról, vagy a pénztárcáját a Lidl-ből, ő biztos nem így gondolja, de talán biztatóak azok, amiket olvashattunk, hogy nincs még olyan nagy baj. Én köszönöm a polgárőrség beszámolóját is. Vitathatatlan, hogy mekkora munkát végeznek,
és köszönöm, hogy ebben meg is erősített Őrsparancsnok úr. Szerintem nyugodtan kimondhatjuk most, hogy jelentős támasza a polgárőrség, a rendőrőrsnek is. Köszönöm mindenki munkáját még egyszer. Köszönöm. Köszönöm, Máté Zsolt képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők. Ugye, mivel az ülésnek van egy menete, egy dinamikája, bizonyos hozzászólások indukálhatnak olyan kérdéseket, amelyek nyilván akkor még nem voltak a fejemben, amikor a kérdéseknél jártunk. Aztán lehet, hogy megpróbálom véleménybe csomagolni ezt a kérdést. Én egy picit vitatkoznék képviselő asszonnyal, mert hogy én végigolvastam ezt a beszámolót, már pedig végigolvastam, nekem pont az tűnt föl, és akkor lehet, hogy rosszul tűnt föl, hogy minthogyha kevesebb ügyszám lett volna ebben a negyedévben a lakásotthonokkal kapcsolatban. Ha tévedek, akkor elnézést kérek. Nem tudom, nekem olyan, minthogyha kevesebb eset szám lenne felsorolva, meg nem annyira veszélyes, mert nagyon súlyos bűncselekmények voltak az előző negyed években. Most én ilyet nem olvastam itt, de lehet, hogy akkor tévedek. Viszont itt van egy olyan eset, ami egészen ilyen X-aktákba illő, amit így végigolvastam, hogy valaki egy közlekedési balesetet szenvedett, majd megtalálták a kisújszállási piactéren, és kiderült, hogy ez Dévabány és Ecsekfalva között történt, hogy került a piactérre. Ez is egy érdekes sztori itt. Köszönöm szépen. Köszönöm a véleményét képviselő úrnak, amelyben nincs további vélemény. Én is szeretném megköszönni minden szervnek a munkáját. Én azt gondolom, hogy az példaértékű, ami ebben a városban, ezen a téren történik. Nyilván mindenhol van előrelépési lehetőség, és kell is nekünk is mindenkinek jobban dolgoznia. Az már örömhír, hogy egy ilyen pozitív információval érkezett hozzánk a rendőrösünk parancsnoka, hogy éjszaka is van rendőr. Ezt én külön polgármesterként is megköszönöm. Tudom, hogy milyen nehéz a munkájuk nekik is. Úgyhogy én azt tudom mondani, ugyanúgy a mezőröket is idevonva, a tűzoltókat, hogy egy óriási köszönet, és további jó munkát kívánunk mindenkinek. És amennyiben nincs további vélemény, akkor szavazásra teszem fel a beszámolók elfogadását. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm szépen, a beszámolót egyhangúan elfogadtuk. 8. napirendi pontunk, tájékoztató a kisújszállási művelődés. Igen, köszönöm a vendégeknek, igen, hogy gondoltam, hogy a 26 napi rendi pontot nem kívánják végighallgatni, pedig lesznek itt még érdekességek. Köszönjük. Tehát a 8. napirendi ponttal folytatjuk, tájékoztató a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről és az egyes szolgáltatások eredményességéről. Előterjesztő a polgármester, meghívott Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, köszöntjük igazgató urat. Véleményezte a Humán Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi Gazdálkodási Bizottság. Megkérdezem, hogy van-e kiegészítése igazgató úrnak, részemről nincs. Köszönöm, így felkérem a bizottságok elnökeit a döntések ismertetésére. Elsőként megadom a szót Ernest Antal Pál elnök úrnak, Humán Erőforrás Bizottság. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtestület, kedves meghívottak, a bizottságunk a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről és az egyes szolgáltatások eredményességéről szóló tájékoztatót megtárgyalt, a véleményeztés tudomásul vételre ajánlja képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót Fodor Kálmán elnök úrnak, Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság. Köszönöm, polgármester úr, bizottságunk is hasonló döntést hozott, a tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vételre ajánlja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, érdeklődöm, hogy van-e kérdés.
Köszönöm, Máté Zsolt képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgató úr. Azt szeretném megkérdezni, több kérdésem van. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye itt a beszámolónak a második oldalán szó van egy 5 millió forintos keretösszegről, amely a kiemelt értékkel bíró kulturális események finanszírozására vonatkozik. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy erről egy kicsit bővebben, ha beszélne igazgató úr, hogy ennek mi volt a forrása, és ez hogyan szűnt meg. A második kérdésem, hogy mennyire lehet bevonni esetlegesen az intézménynek a támogatásába a helyi vállalkozói réteget? Van-e ilyen jellegű megkeresés az intézmény részéről a helyi vállalkozók irányába annak érdekében, hogy esetlegesen a helyi vállalkozók támogassák a városnak a kulturális életét? A harmadik kérdésem az lenne, hogy a beszámoló negyedik vagy négyes pontjában szó esik egy kicsit röviden a karbantartás és a felújítási feladatok szükségességéről. Én azt szeretném megkérdezni, hogy történt a pontos felmérés azzal kapcsolatban, hogy mikor esedékesek ezek a felújítások, mikor kezdenek ezek a problémák a körmünkre égni, és hogy mikor kap esetleg az önkormányzat egy olyan költségtervet ezzel kapcsolatban, amikor arról dönthetünk, hogy ezek a felújítások mikor és hogyan kerülhetnek esetlegesen majd be a városnak a költségvetésébe. És az utolsó kérdésem egy ilyen apró kérdés, mert ez így föltűnt az olvasáskor, hogy volt egy hatósági ellenőrzés az intézmény életében, az Artisus ellenőrzés, hogyha erről ha néhány mondatot megtudhatnék. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a szót. A januári ülésen előterjesztést kaptunk a TV Kisúj működésének további sorsáról. A tájékoztató három változatot tartalmazott, melyek további kidolgozásáról hozott határozatot képviselő testületünk 2 hónapos határidővel. A mai napig nem kaptunk tájékoztatást, döntésre lehetőséget, ez sokakat érintő kérdésben. Szeretnék tájékoztatást kérni a fejleményekkel kapcsolatosan, milyen lépések történtek, mi várható a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőasszony. Igazgatórat kérdezem, hogy így valamennyi kérdés megvan-e, és ha igen, akkor megadom a szót. Én is szeretnék majd reagálni. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, köszönöm szépen a kérdéseket. Megyek sorba, és én bízom benne, hogy viszonylag teljes körülön sikerül válaszolnom. Máté Zsolt képviselő úr kérdéseivel kezdve 5 millió forintos keretösszeg megállapítására az intézmény költségvetésében a Vigadó 2015-ös megnyitásával egy időben történt meg egy ilyen pluszkeret biztosítására, hogy megfelelő színvonalon, megfelelő kínálattal tudjon kilépni az új intézmény forma a város lakossága, illetve a környék érdeklődő lakossága felé. Az 5 millió forint gyakorlatilag a COVID okozta másfajta költségvetési lehetőségekkel megszűnt. Megszűnt. Az egy teljesen irreális időszakká változott, és ez az 5 millió forint, ez gyakorlatilag áldozatul esett. Röviden így tudok erre válaszolni. Vállalkozókkal történő kapcsolatfelvétel. Én azt lehet mondani, hogy szinte folyamatos rendezvényenként keresünk meg vállalkozókat, és kisebb-nagyobb mértékben a tárgyi felajánlásoktól kezdve a Süsü Családi Fesztivál jelentősebb szponzori támogatásáig megvan egy metódusa ennek, hogy hogyan keressük meg a vállalkozókat. Hozzáteszem ugyanakkor azt is, hogy ez egy abszolút kiaklázatlan terület, mert nem olyan mértékű az a tevékenység sem az intézmény részéről, amellyel talán jobban ki lehetne aknázni ezt a területet. Ugyanakkor a vállalkozói kör hajlandósága sem annyira intenzív, hogy kulturális területbe érzékelnénk azt, hogy jelentős mértékben támogatásokat szeretnének nyújtani. Tehát ez egy kicsit olyan 22-es csapdája, most úgy érzem.
karbantartás. Minden évben a költségvetés tárgyalásakor az intézményünk elkészíti az aktuális karbantartási tervét. Ebben meghatározzuk azokat a fontosnak tartott tevékenységeket, hiszen évről évre használódnak az épületek, használódnak a rendszerek, nézzük azokat a folyamatok, amelyeknek eredményeképpen különböző típusú nagyságrendű karbantartásokra lenne szükség. Gyakorlatilag a képviselőtestület dönt tulajdonképpen minden évben a költségvetés elfogadásáról, hogy milyen mértékű karbantartási keretben tudja részletesíteni az intézményt. Nem megrovás, de azért a felsorolt tételeknek a töredékére jutott azért az elmúlt időszakban forrás, de azokat igyekeztünk hatékonyan felhasználni. Nyilván egy olyan intézményrendszert működtetünk, amelyben van egy sok száz éves tájházunk, egy bocskai házunk, egy papilajsalkotóház, egy művelődési ház, egy néprajzi kiállítóterem, tehát ezeknek a karbantartása gyakorlatilag folyamatos kellene, hogy legyen. Igyekszünk is azért azokat a pontokat megtalálni, hogy egyfajta fontossági sorrend szerint ellássuk a karbantartási feladatokat, és hozzáteszem azt is, hogy azért a Vigadó is 10 éve működik, és bizony most már fordítani kell arra az épületre is, hogy egy szinten tartást elérjünk. És nem tagadom, a régi épületek állapota miatt az elmúlt években mindig a Vigadó tolódott egy kicsit. Szeretnénk már nagyon régóta, 3 éve, mit tudom én, a folyosói részeket, a közlekedő részeket kimeszáltatni, de amikor azt tapasztaljuk, hogy a tájházban bizony a felvizesedés dobja le a vakulatot, muszáj ezt megcsináltatni. Hát egy kicsit egy muszáj helyzet a karbantartás jelen pillanatban. Itt is hozzáteszem azt, hogy a karbantartási elképzeléseink megvalósítását is a Covid nagyban befolyásolta. Tehát az, hangsúlyozom, az megint egy olyan irreális időszak volt. Karbantartás, artisztus ellenőrzés, az artisztus szerző jogvédő iroda időszaki jelleggel ellenőrzi azt, hogy rendezvényeink után szabályosan fizetjük be a szerzői jogdíjakat, zeneszolgáltatással járó rendezvények után kötelezettségünk van önkormányzatnak, civil szervezetnek, intézménynek úgymond szerzői jogdíjat fizetni. Igyekszünk ennek eleget tenni, mert horribilis összegekről van szó ugyanakkor. Tehát, és gyakorlatilag próbáljuk szabályosan csinálni ezt a feladatellátást, ezt időnként ellenőrzi a szerző jogvédő iroda, nem találtak hiányosságot egyébként az ellenőrzés során, tehát úgy oldottuk meg a feladatot. Köszönöm szépen. Demeter Jánosné képviselőasszony kérdésére válaszolva, tévékisúj előterjesztés valóban elkészült, és én a határidőre elkészítettem a második változatot is, tovább boncolva azt a témát. Nincs információm arról, hogy miért nem került előterjesztésre, csak gyanítom azt, hogy gyakorlatilag sok újdonsággal az első előterjesztéshez képest nem tudtam új adattal szolgálni, talán inkább... Ugye feladatként azt kaptam, ha jól emlékszem, hogy nézzük meg annak lehetőségét, hogy külső szervezet által működtethető a tévé kisúj. Meghirdettünk egy pályázatot, senki nem jelentkezett a pályázat ellátására, és ezzel párhuzamosan azért megvizsgáltuk azt is, hogy ha digitális környezetben működne a tévé kisúj, milyen költségekkel járna. Horribilis összegek jöttek ki, nincs előttem az előterjesztés, vakszámokat nem akarok mondani, de 20-30 millió forintos éves költségvetésre emlékszem, hogy annyiból lehetne működtetni egy helyi digitális sugárzású televíziót, amellett, hogy a működtetés elindításához is 10 milliós nagyságrendű fejlesztésre lenne szükség. És én gyanítom, hogy ezért nem találkozott képviselőasszony aztán ezzel az előterjesztéssel, mert hát gyakorlatilag... Tehát a második előterjesztésnek én úgy érzékeltem, az volt a lényege, hogy keressünk pályázót. A feladat ellátása, nem találtunk pályázót. Itt tartunk most. És hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amivel lehet, hogy más rendszerben, más metodika szerint foglalkozni kell, de ez egyelőre nem az én hatásköröm. Köszönöm szépen. Igyekeztem teljes körülön válaszolni. Vélemény. Szarvák Márton képviselő úrnak adnám meg a szót.
Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt jelenlévők. Nagyon jó volt végigolvasni, és nagyon jó visszatekinteni a beszámoló olvasása közben az elmúlt, illetve nem az elmúlt, hanem még az idei évre. Nem is nagyon lehet érteni azokat a szavakat, ami beszámolóban is benne van, hogy sosincs semmilyen program Kisújszálláson. Hát én javaslom egyébként mindenkinek, hogy olvassa el ezt a beszámolót, és akkor rájön, hogy mennyi minden történik itt, és ha most csak úgy éppen most gondoltam bele, hogy és még mennyi minden van hátra ebből az évből, és látom, hogy az év végéig azért nagyon-nagyon sok program lesz még itt a művelődési központ szervezésében. Úgyhogy én ehhez nagyon jó erőt sok és kitartást kívánok, és látom, hogy a következő évben is már elkezdték a programokat szervezni, és azokhoz a szervezésekhez, ehhez a munkához is jó egészséget és jó erőt kívánok mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megköszönni Janó Lajos úrnak a választ, és én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy elhangzottak ezek a számok itt a tévékisújban, mert hiszen várták az emberek a választ, kérdezték tőlünk, így aztán mi is vártuk a választ, mert én azt gondolom, a nemleges válasz is egy válasz, amivel tudunk a lakosságnak tájékoztatást adni. Köszönöm szépen. A beszámolóról vagy tájékoztatóról, a Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről szóló tájékoztató igényesen összeállítva mutatja be az intézmény 2024. évi szakmai munkáját, sokrétű feladatellátását, a mozgalmas kulturális életet. Soraiból kiolvasható, ebben az évben is igyekeztek kihasználni a Déri Népprogram adta lehetőségeket, keretein belül számtalan kulturális rendezvényt valósítottak meg. Nagy sikerrel zajlott le a Süsü Családi Fesztivál, a Városnapok rendezvénysorozat és a Kivilágos Kivirattik Fesztivál. A tájékoztató hűen tükrözi a hatékony feladatellátást, melyet az intézmény dolgozói végeznek, naponta tapasztaljuk a szeretetteljes fogadtatást, a nyugodt légkört. Sorai hűen tükrözik a Vigadó Kulturális Központ népszerűségét, a mozi látogatottságát. Utal arra, hogy rendszeresen részt vettek egyesületek, civil szervezetek rendezvényeinek megsegítésében, jó kapcsolatot ápolnak az oktatási intézményekkel. Mindent megtettek annak érdekében, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kulturális szórakozási lehetőségeket. Több alkalommal került sor a fiatalok által hiányolt jó hangulatú zenés táncos rendezvényekre. Kisújszállás határait átlépve számtalan alkalommal közreműködtek térségi és országos programok szervezésében, önkormányzati események megvalósításában, törekedtek arra, hogy a lakosság széles köre számára elérhetők legyenek a rendezvények. Kiemelt figyelmet fordítottak a telephelyek tartalommal való megtöltésére, színvonalas kiállítások, könyvbemutatók tartására, közművelődési szakemberek irányításával sikerrel működnek a morgó kézműveskörök, a Papilajos Alkotóház és a Néprajzi Kiállítóterem. Én tisztelettel mondok köszönetet a Művelődési Központ és Könyvtár munkatársainak a kimagasló munkáért, a színvonalas rendezvényekért, a sokszínű programok megvalósításáért, és elfogadásra javaslom a tájékoztatót. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ernest Antal Pál képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szó, polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, kedves meghívottak. A Humán Erőforrás Bizottság ülése, miközben erről a tájékoztatóról beszéltünk, pont ebben a sorrendben mondtuk el a véleményünket, mint ahogy az előbb is elhangzott. Szarvák Márton kolléga után én próbáltam néhány mondatban kitérni a tájékoztatóra. Köszönjük szépen a igazgatónak a
a minden területre kiterjedő értékelését. Azért több olyan ponton lehet csatlakozni a tájékoztatóhoz, amiben például olvashatjuk, hogy 2021-es újranyitás óta nem volt olyan hét, amikor ne zajlott volna valamilyen esemény az intézményhálózat valamely területén, és most felsorolásra kerültek a különböző épületrészek, létesítmények, amelyben komoly munkát kell végezni a szakmai tartalmon kívül, például a karbantartás tekintetében is, és ahogy Máté Zsolt képviselőtársunk az előbb említette, a vélemények formálása során jut az eszébe az embernek olyan kérdéskör, amely kapcsán nyilván, ha tud, akkor kér szót, és ha megkapja, akkor elmondja. Én itt a karbantartásnál nem tisztem az igazgató úr beszámolóját megvédeni, a véleményemet mondom el. Nyilván ez egy tervezett, egy prognosztizált folyamat, amelyben a karbantartási folyamatokat el kell végezni, viszont felhívom a figyelmet arra, hogy van itt a településünkön egy ugyancsak tiszteletre méltó civil szervezet, amely például ebben a karbantartási tevékenységben is nagyon hathatósan tud segíteni. A városvérőkre gondolok, többen, több olyan tevékenységet végzünk a különböző években lefolytatott városvérőszépítő egyesület által szervezett táborokban, ahol értékteremtés zajlik, és itt a beszámolóban olvassuk a néprajzi kiállító termet, a tájház területét, ahol igenis értékteremtő munkával civil kezdeményezését tudjuk segíteni a kulturális központnak a karbantartási feladatit, és én ösztönzök mindenkit, akár képviselőtársainkat is, hogy a különböző civil kezdeményezésekbe bekapcsolódva biztosan tudunk segíteni az értékteremtésbe és az állam megóvásban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Máté Zsolt képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt jelenlévő, tisztelt polgármester úr. A kérdésemben semmilyen kritikai él nem volt. Egész egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy még határok ezzel kapcsolatban. Nem úgy vettem, ugye? Nem, egyetem meg. Dehogy is, nem, én úgy értettem, mintha a képviselő úr megszólt volna, hogy kritika volt a kérdésben, nem volt egyáltalán semmilyen kritika, de ha nem jól értettem, akkor elnézést kérek. Én csatlakoznék az abszolút pozitív és a dicsérethez, és igazából tényleg így végignézve, és most csak azokat a programokat, amiért fizetni kellett, mert hogy az már nem elvárható 2024-ben, hogy ilyen színvonalú programokat, amik itt föl vannak sorolva, legyen a szó a Jakubcsák, Mérő László, teljesen lehetne itt sorolni az összeset, hogy erre ingyenes előadásokat szervezzen, erre nincs pénz, ez teljesen egyértelmű. És ugye itt van utána, hogy a város néhány rétegében fölmerül az, hogy nem tudnak eljutni a kulturális eseményekre, mert nem tudják megfizetni. Azért kérdeztem a kérdésemben a vállalkozóknak a hozzáállását, mert nem feltétlenül arra gondoltam a kérdésben, hogy pénzzel támogassa a Vigadónak az intézményét, hanem egész egyszerűen és most nem intézményvezető úrhoz szólok, hanem a városnak a cégeihez, vállalkozóihoz, akiknél munkavállalók dolgoznak, hogy az is lehetne egyfajta juttatás, hogy esetlegesen kulturális eseményre bérletet vásárolnak az ott dolgozó munkavállalóknak, segítve ezzel a munkavállalóit, hogy ide eljussanak, segítve ezzel az intézményt, mert hamarabb jut bevételhez, és ezt követően én azt gondolom, hogy ez is lehetne egy megoldás, hogy minél többen eljussanak ezekre az eseményekre, mert hát bár úgy érzik, hogy drágák ezek az események, azt azért hozzá kell tenni, hogy összehasonlítva mondjuk egy Zorán koncerttel, ami nem tudom, 2 éve volt talán az intézmény, vagy ott tavaly volt, hogy az akkori belépő ár azért lényegesen olcsóbb, mint mondjuk, hogyha valaki egy Zorán koncertre el akar menni Budapesten, vagy egy olyan nagyvárosban, ahol még ráadásul nem is kapja meg azt a feelinget, amit itt megkap, ugye egy ilyen jellegű, gyakorlatilag klubkoncert jellegű élményt kap. Tehát amikor ilyen minőségű előadókat egy viszonylag kis méretű színház vagy előadóteremben képes valaki megnézni,
Azért ez egy sokkal nagyobb élmény, én úgy gondolom, mint hogyha ezt valaki egy nagy sportcsarnokban teszi meg, hiszen más jellegű élményt kap. Úgyhogy én mindenképpen csak és kizárólag a dicséret szaván tudok szólni, és ugye mindig az igazgató urat dicsérjük meg, vagy dicsérik meg az itt lévők, de hát nyilvánvalóan ez szól az ott dolgozóknak is, akik ugye közvetlen kapcsolatban vannak azokkal, akik oda mennek, mindig kedves szóval fogadják az embert, mindig pozitív és mindig segítőkészek az ott dolgozó emberek, személyek, és gondolom ez nem csak nekem szól, hanem mindenkinek, aki oda megy. Úgyhogy köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok az egész csapatnak. Köszönöm. Tatár Zoltán alpolgármester úr, köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtestület jelenlévők. A karbantartáshoz szeretnék néhány szót szólni. Itt a szakmai munkáról többen elmondták a véleményüket, mely közös együttműködésként alakult ez így ki, különösen, hogy ilyen sok programot és másfajta formában történő programszervezést sikerült megvalósítani az intézménynek, de szoros együttműködésben az önkormányzattal. Éppen annak köszönhetően, hogy ez az 5 millió forint a kényszerű körülmények között a Covid áldozattal esett, ahogy igazgató úr fogalmazott. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a Covid során sikerült megtartanunk az intézmény összes dolgozóját, és inkább ezt választottuk, mint hogy esetleg felújítsunk olyan épületegységeket, amit tudtuk, hogy be kell avatkozni, és ez az én számból kicsit talán furcsa hangzik, mert hogyha költségvetés tárgyalására kerül a sor, akkor velem küzdenek meg a többi beosztottak, vagy éppen a költségvetést megalkotó képviselők, mert úgy gondolom, hogy ahhoz egy minőségi szolgáltatást tudja nyújtani a kultúra területén is egy intézmény, ahhoz kellenek minőségi közösségi terek, és ebben úgy veszem észre, mindenki egyetért. Aztán nem kell cifrázni, tudjuk, hogy a megemelkedett rendesen túl nagy mértékben is az energia ár és inflációs elindult, viszont azt sem kell elfelejteni, hogy ebben az évben sikerült már utolérni magunkat, nevezzük így, és nem számítottunk arra, hogy mondjuk egy hőszivattyút cserélni kell a Vigadó Kulturális Központban, de sikerült azt is megoldani nem kevés összeggel, és hogyha nézzük, mindig kerestük a pályázati forrásokat, hogyha már a több kisebb karbantartása egy épületnek a technikai állapota nem javíthatok egy teljes felújítással, és emlékeztetném esetleg TV kis új nézőit is, és az új képviselőket, hogy éppen mellettünk zajlik a könyvtárnak a teljes felújítása, egyrészt pályázatból, másrészt meg szintén az ez évi többletbevételeink terhére a előző képviselőtestület pályázaton kívüli munkákra is több mint 25 millió forintot a műfáz költségvetésébe átutalt, hogy ezeket végre tudja hajtani. Ez nem jelenti azt, hogy nem igazak, sőt, nagyon is nagyon igazak, amit leírt igazgató úr, és továbbra is, amennyire erőnk és lehetőségünk ezt lehetővé teszi, folytatni kell ezeket a felújításokat, sőt, karbantartásokat, mert például, ha a Vigadóra nézünk, a már maga a bejárat is ugye az hozzátartozik, hogy milyen kedvel vagy hangulattal lép be az intézménybe egy-egy rendezvényre az oda látogató, tehát mindenki tudja, ott már festés, mázolási munkák, hála jó Istennek, itt nem jelenti azt, hogy nagyobb beavatkozást kell tenni, de ma már ez is nagyon nagy költség, és én is egyetértek abban, hogy amennyiben a lehetőségeink ezt engedik, a jövő évben az igazgató által elmondott metodika szerint a karbantartási tervben ilyeneket is meg tudjunk tenni, de én azért még bizakodok, mert ezt nem írta le itt
igazgató úr, hogy azért még tartalékol van itt egy kisebb összeg, talán összejön az év végére, és még ezekből a betervezett karbantartásokból egy jó néhány meg fog tudni valósulni. A tájékoztatót én is elfogadásra javaslom, és további eredményes munkát kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végezetül én is annyit fűznék hozzá, hogy azért a fűtőrendszer karbantartása és megjavítása az szerintem egy mérföldkő lehet itt a ilyen nyár után, ahol gyakorlatilag vízipólózni lehetett egy délutáni moziban. Ez nagyon fontos, mint ahogy az is nagyon fontos, ahogy én megismertem minden egyes alkalmazott hozzáállását, ahogy ők végzik munkájukat, nincs hétvége, nincs este, nincs szabadnak. Tudjuk, hogy van, de ezt mindenki kezelje helyén. Szóval tényleg az a szintű szolgáltatás, ami itt történik, ilyen kis létszámú csapattal, ilyen minőségben, az azt gondolom, hogy példaértékű, úgyhogy én is egy köszönömmel zárnám a vélemények sorát, és amennyiben nincs további vélemény, akkor szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a tájékoztatót egyhangon elfogadtuk. Következik a... Köszönöm igazgatónak, hogy eljött, köszönöm. Következik a 9. napirendi pont. Előterjesztés Kisújszállás város önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének módosítására és kiegészítésként a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról. Előterjesztő a polgármester, véleményezte a pénzügyi és gazdálkodási bizottság. Én nem élek a kiegészítés jogával, így megadnám a szót Fodor Kálmán elnök úrnak, a pénzügyi és gazdálkodási bizottság véleményének ismertetésére. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk 2 határozatot hozott. Az első miszerint pénzügyi és gazdálkodási bizottság a Kisújszállásváros önkormányzat a 2024. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában, a mellékletet előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek, valamint Kisújszállásváros önkormányzat a közbeszerzési szabályzatának módosításáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában, mellékletét szintén előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e kérdés? Hozzászólás? Köszönöm, akkor ennek hiányában elsőként a 2024. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadását kérem. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a határozatot egyhangban elfogadtuk. Most pedig következik a közbeszerzési szabályzat elfogadására. Kérem a szavazás indítását. Állapítom, hogy szintén egyhangú döntés született, a határozatot elfogadtuk. Következik a 10. napirendi pont, előterjesztés a hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról. Előterjeszt a polgármester, meghívott vendégünk Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Ügyvezető úrat szeretettel köszöntjük. Véleményezte a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a Kisújszállási Városgazdálkodási Vállalat Felügyelő Bizottsága. Szóbeli kiegészítésem nincs, érdeklődöm, hogy van-e esetleg ügyvezető. Nincsen. Megadom a szót akkor Fodor Kálmán elnök úrnak. Köszönöm, polgármester úr! Bizottságunk a 2024-2025. Évi hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következik a felügyelő bizottság döntésének ismertetése. Szepesi Jenő elnök távollétében Demeter Jánosné felügyelő bizottsági tagnak adom meg a szót.
Köszönöm szépen a szót. A felügyelőbizottság a Kisfűszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének első 9 havi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadta, azt a képviselőtestületnek javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen. Rendben, köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek van-e kérdése. Véleménye, észrevétele. Ebben megállapítom, hogy kérdés hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy a határozati javaslatot egyhangúan elfogadtuk. Következik a 11. napirendi pont, előterjesztés Kisújszállás vízi közművei gördülő fejlesztési tervének újbóli elfogadására. Előterjesztő a polgármester, meghívott vendégünk Szőlősi Péter, a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT megbízott főmérnöke. Köszönjük, hogy eljött. Nem? Nem jól mondtam, elnézést kérek. Akkor Pardi Balázs, köszöntjük szeretettel. Majd összeismerkedünk azután következő szünetben, jó? Köszönöm. Én kiegészítéssel nem kívánok élni, érdeklődöm. Először következik Fodor Kálmán elnök úr, aki a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság véleményének álláspontjának ismertetésére készül, ha jól látom. Köszönöm a szót, polgármester úr. Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a Kisújszállás víziközműveinek 2025-2039-es időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési tervének újbóli módosításáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában, mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm. Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan valakinek van kérdés. Véleménye? Észrevétele. Megállapítom, hogy vélemény és kérdés és hozzászólás nélkül szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy a határozati javaslatot egyhangban elfogadtuk. Köszönjük szépen. 12. napirendi pontunk következik, előterjesztés a forgalmi rend felülvizsgálatára. Előterjesztő a polgármester véleményezte, Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság. Én szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni, így megadom a szót Fodor Kálmán elnök úrnak a bizottság véleményének ismertetésére. Köszönöm a szót, polgármester úr! Bizottságunk módosító javaslatot hozott az előterjesztéssel kapcsolatban. A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről szóló 257/2011-es önkormányzati határozati javaslatot az alábbiakban módosítja. A Táncsics utca és a Malom utca kereszteződésébe gyermekek figyelemfelhívő jelzőtábla kerüljön kihelyezésre mindkét irányból. És akkor ennek a módosító határozatnak a figyelembevételével bizottságunk az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről szóló 257/2011. Önkormányzati határozat módosításáról szóló határozati javaslatot módosítással egybefoglalva elfogadásra, mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés. Vélemény? Szarvák Márton képviselő úrja szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Inkább egy kérésem lenne,
És nagy valószínűség szerint ebbe az előterjesztésbe ez nem fog beleférni, de a következő alkalommal, amikor majd módosítjuk, vagy amikor módosítani kell a forgalmi rendet, tehát legkésőbb akkor, én szeretném, hogyha a Sugár utca és a Deák Ferenc utca sarkánál, tehát Sugár utca és még a Nagy Imre utca között is elhelyezésre kerülne egy valamelyik oldalán az útnak egy megállni tilos tábla, úgyhogy az útpatkán is. Különös tekintettel arra, hogy van ott egy dohánybolt, és sem a négyesről nem lehet már lassan bekanyarodni a Sugár utcára, sem a másik irányból nem lehet jönni, mind a két oldalon állnak az autók, az egyik oldalon egyébként van parkoló is kialakítva. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, azt akkor interpellációként fogjuk kezelni, és megválaszoljuk. Köszönöm. Máté Zsolt képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők. Ugye ezt a napirendi pontot elég részletesen átbeszéltük a pénzügyi bizottság ülésén, és gondolkodtam, hogy amit most el fogok mondani, azt a korábbi napirendnél, vagy itt mondjam el, aztán úgy döntöttem, hogy itt fogom elmondani. Ugye minden szabályozás annyit ér, amennyit betartanak, vagy betartatnak belőle is. Igazából én egy kéréssel szeretnék fordulni a város autóvezető lakossága irányába, hogy a városunknak a két pontja közötti leghosszabb távolság az kb. 5 km. Ha valaki 40-nel megy rajta, vagy 75-tel, olyan sokat nem nyer rajta. Viszont veszélyezteti az idősek, a gyermekek, meg hát mindenkinek a testi épségét. Úgyhogy oké, nagyon jó, hogy lesz egy 40-es tábla majd a egy megállni tilos tábla a Nagy Imre utcán, de ezt is be kellene tartani. Tehát egyszerűen ott például azt a megállni tilos táblát soha senki nem tartja be. Vagy legalábbis nagyon kevesen tartják be. Tehát lassan az utca, vagy az az útszakasz már járhatatlan, főleg amikor ott a dohányboltnál megállnak, vagy akár az étteremnél, ahogy parkolnak. Tehát legyünk már tekintettel egymásra. Sokszor, amikor autót vezetek, 5 perc alatt olyan helyzetekbe keveredek, kis újszálláson, ami egészen elképesztő, és sokszor nagyon, nagyon kevés sem múlik, hogy ne legyen tragédia egy-egy helyzetből. Úgyhogy minden szabály annyit ér, amennyit betartanak, meg amennyit betartatnak belőle. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Én ezért gyalogolok egyre többet. Kifejezetten élvezem, de egyetértek sok mindennek. Köszönöm. Fodor Kálmán, képviselő úr, érszem. Köszönöm a szót, polgármester úr. Minimális magyarázatot szeretnék adni, hogy mi az, amit módosítottunk az eredeti határozati javaslathoz képest. Ugye 4 esetben lett javítva, javasolva módosítás. Ez a módosítás, ez a rendőrőrs parancsnok javaslata alapján került az előterjesztésbe, de volt egy lakossági kérés, amit Demeter Jánosné képviselőtársam tolmácsolt, és jogosan úgy éreztük mi is, hogy ennek helye van, és mindenféleképpen úgy gondoltuk, hogy bele kell venni. Ezért született egy módosító javaslat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor amennyiben további vélemény vagy hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a bizottság által támogatott módosító javaslatot. A Táncsics utca, Malom utca kereszteződésébe javasolt gyermekek megfigyelem felhívó jelzőtábla kihelyezéséről. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy a határozati javaslatot egyhangban elfogadtuk. Most pedig kérem, szavazzunk a határozati javaslatot a módosító javaslattal egyben. Szavazzuk meg, kérem a szavazást. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy ismételten egyhangú döntés született, a határozati javaslatot elfogadtuk. Tekintettel a napirendi pontjaink mennyiségére 15 perc szünet következik.